A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, kedves nézők, ez a Kezdőkör, a Fehérvár Televízió sportos kibeszélő műsora. Egy héttel ezelőtt valami olyan keser, édes bevezetőt kellett mondanom, hogy egy eléggé rosszul sikerült hétvége után kellően pessimistán elemezhetjük a helyzetet. Különböző klubok balul sikerült mérkőzései követően. Most sem sokkal jobb a helyzet, de nem fogjuk még egyszer elkövetni, hogy meccsről meccsre végigmegyünk és elmondjuk, hogy hol milyen problémák vannak. Reméljük, hogy majd hosszabb távon azért jobb dolgokról is beszélhetünk, viszont nem tudunk azért alapvetően ezután, a hétvége után sem csupa optimista dologról beszélni, hiszen tulajdonképpen megint eléggé kudarcos lett ez a hétvége, hogyha legalábbis a kirakatban lévő csapatokat nézzük, de akkor először is bemutatom a mai beszélgetés résztvevőit. Itt van velünk a stúdióban Németh Krisztián kollégánk, a Fejér megyei hírlap felül, illetve a Fehérvár Média Centrum sportszerkesztője, Juhász László, aki a Videoton baráti kör sportklubnak a vezetője, ilyen minőségben már többször volt itt. Most először mondom, nem véletlenül, hanem majdani témákról szót ejtve, hogy a Székesfehérvári önkormányzat képviselője is Juhász László, és itt van velünk Mátai Balázs, egykori sportszerkesztő kollégánk, a Média 24 sportszerkesztője, illetve szerkesztője, tehát szintén a fehérvári sport dolgaira rálít és rálátással bíró kolléga. Szóval nyilván most is beszélhetünk arról, hogy megint nem nyertek a kosarasok, megint nem nyert a Vidi, szerencsére a kézilabdázók javítottak az összképen egy nagyon szép győzelemmel, de itt van nekünk ez a fehérvári sport általánosságban, és arra gondoltam, hogy beszéljünk arról, figyelembe véve, hogy múlt héten ugye bemutatták az idei költségvetés számait, polgármester úr már rövid ismertetőt is adott. Ezt a költségvetést ugye majd hivatalosan pénteken a közgyűlés fogja tárgyalni, és hát megelőlegzem, hogy elfogadni nagyobb módosítások nélkül. És nyilván ebben a költségvetésben helye van továbbra is a sportnak, mert tudjuk, hogy Fehérvár nagyon komoly nagyságrendben áldoz a sportra, amiben persze létesítmény fenntartástól, profi csapatoknak nyújtott támogatáson át az utánpótlásig, diáksport, szabadidősport, nyitott tornatermek, tehát nagyon sok összetevője van annak, hogy Fehérvár mi módon támogatja a sportot. Ilyenkor meg szoktuk hívni, és most is így lesz majd természetesen előbb-utóbb Cserpalkovics András polgármester urat is, hogy a város és a sportra szánt támogatásokról beszéljünk. De hogyha nagy általánosságban nézzük a képet, ez a szám adat általában, és szerintem ez most is úgy lesz, azt mutatja, hogy Székesfehérvárnak ugye nagyon fontos a sport. A kérdés, hogy ti hogy látjátok, hogy mit vár ezért cserébe a város, és mennyire lehet elégedett azzal, amit kap. Mondom még egyszer, nem csak az élsportról, és nem csak az eredményekről beszélünk, de talán Laci, mint önkormányzati képviselő, nyilván készülve akár erre a költségvetési vitára, van véleményed arról, hogy most jelen pillanatban elmondható-e, hogy továbbra is kiemelt jelentőségű a városnak a sport, és mennyire monitorozza azt igazából a város, hogy ezt a költségvetési tételt mennyiben szolgálja meg a fehérvári sport? Hát én azt gondolom, hogy tényleg kiemelt helyen van Fehérvár életében, az más kérdés, hogy mindenki hova mer rakná inkább a hangsúlyt. Én mindig azt szoktam mondani, hogy 100 000 fehérvárit szoktunk mondani, ugyebár ugye abból, aki választókorú, vagy 18 000 jóval kevesebb, de a 100 000 féle költségvetés lenne. Hát mindenkinek megvan a saját szájíze, saját gondolatai, és ez alapján is én például a sportra még biztos, hogy még többet fordítanék, ez a saját személyes véleményem. Viszont ha azt nézem, hogy mit fordít rá a város, semmiképp nem lehetünk elégedetlenek. Tehát ezt azért hozzá kell tenni. Tehát a város azért jelentősen támogatja a sportéletet. A másik érdekesség, és az idei költségvetésbe, annélkül, hogy bármilyen konkrétumokba elkezdeném menni a számháborút, úgyse értenék az emberek. Alapvetően van egy ilyen irányelv szerintem, én 2006 óta vagyok a testületben, azóta ez valamilyen módon testülettől függetlenül visszaköszön, hogy mindig ilyen bázis alapú tervezés van, ami azt jelenti, hogy az előző évnek a vázából indul a következő év, és attól
picike elmozdulások vannak, tehát óriási nincsen. Most értsem úgy, hogyha van 100 egységnyi sporttámogatás, akkor nem lesz a következőben sem belőle 50, sem 150, lehet, hogy lesz 90, vagy lehet, hogy lesz 110. Tehát, hogy így nagyjából a múlt év mindig az irányelv. Ami külön érdekessége ugye, hogy a múlt év a rezsi és a háborús helyzet miatt azért ott voltak kisebb-nagyobb inkább befogyasztások, aztán a nagy része azért kiment. Tehát a támogatásoknak a 90% fölötti része bőven, most mondom konkrétumok nélkül, az végül is eljutott az eredeti célokhoz, az eredeti tervekhez szerint az egyesületek, sőt talán magasabb is, tehát majdnem szerintem közel 100% oda jutott annak, amit februárban terveztünk, tehát ezt annyira nem érintette ez a háborús rezsis történet. Zárja bezárva a Fehérvár, ha azt mondjuk, hogy 100 milliárd fölötti főszegről beszélünk a költségvetésben, ami megint egy kicsit csalóka, de ebben nem megyünk be, technikailag ez szerepel benne, tehát ahhoz képest azért bár jelentős tétel a sport, de a spórolás tekintetében az már egy ellehetetlenítés lenne, hogyha például mondjuk a kicsiktől elvennénk az összeget, és például a rezsibe az nem segítene semmit, én szerintem nagyságrendet tekintve. Tehát ha a múlt évet nézem, hogy milyen helyzetben voltunk, és mi az idei évben is azért terveznünk kellett ezzel a tervezni a városnak a még az emelt árakkal, aztán majd meglátjuk, hogy ez elindul-e visszafele is a valóságban is, a város is esetleg olcsóbban tud szerződni, mint mondjuk az utolsó negyed évet érintette, akkor semmiképp nem hurrá hangulat van abban a tekintetben, hogy most plusz forrásokat nagyon nem lehetett semmilyen területhez azért nagyon hozzá terelni. Viszont már én sikernek mondanám mindenképp ebbe a helyzetbe, hogy az a bázis alapú tervezés meg tudott maradni. Ebben a helyzetben mindenképp siker. Ugye, ahogy említetted, hogyha 100 000 embert megkérdeznének, 100 000 mondaná máshová a hangsúlyokat. Összességében tudni, hogy látjátok, hogy a sport Fehérváron jelen pillanatban a, hát hogy mondjam, az átlagember, vagy a lakosság, vagy a költségvetés apró tételei által érintettek szemében betölti-e most még azt a szerepét, hogy valóban a többség azt mondja, hogy érdemes rá, meg kell rá ennyit áldozni. Tényleg azért nagyon különleges és nem pozitív értelemben különleges időszakot élünk, ugye mindenkinek a pénztárcáját érinti a rezsinövekedés, az energiaválság, és hát nyilván ez a családok az egyének költségvetésében azért nyomot hagy. De ettől függetlenül az, amit a fehérvári sport unblock összképben fel tud mutatni, szerintetek benne van-e még úgy a fehérvári emberek tudatában, hogy ez valami olyan dolog, ami számunkra jó, ami pozitív, amivel a várost, amivel minket pozitívan azonosítanak? Én azt gondolom, hogy igen, de itt is rögtön le kell szögezni azt, hogy aki sportos beállítottságú, annak biztosan, függetlenül a gondoktól, problémáktól elvárja azt, hogy a kedvenc csapatát, vagy egyéni sportolóját, vagy sportágát támogassa továbbra is a város. Aki pedig mindig is sportellen volt beoltva, fogalmazunk így, annak teljesen mindegy, hogy mit csinál a városvezetés, egy forintot áldoz a sportra, már az is sok. Hál' Isten, én azt gondolom, hogy ilyenek vannak kevesebben Székesfehérváron, és hogy általában országos átlagban is, mert hiszen az emberek felismerik azt, hogy fontos a sport, fontos a testmozgás, fontos az élversenyzőket, az élsportot is támogatni, nem csak az utánpótlást, de minden szegmensét. És itt jegyezném meg azt, hogy nagyon-nagyon komoly alkotó munka, fogalmazunk így, a város önkormányzata részéről, a közgyűlés részéről összehozni ezt a költségvetést úgy, hogy a polgármester úr zsetonokkal érzékeltette egy videójában, amit láttam a napokban, hogy kinek hány zseton jut, hát ugye egy-egy milliárdot tett ki, nyilván ilyen tételekről most a sport esetében sajnos összességében véve nem beszélhetünk, de nagyon nagy csakkodás és nagyon komoly munka az nyilvánvaló, hogy áll össze ez a költségvetés, hogy tényleg ne sérüljön senki. Az, aki eddig kapott egy kicsit, az most is kapjon kicsit. Lehet, hogy a kicsi az most még kisebb kicsi, mint korábban, a nagyobbnál pedig a nagyobb egy kicsit kisebb, nagyobb, mint korábban, de nem irigylem ilyenkor a képviselőtestületet, meg azt az apparátust, aki előzetesen ezt előterjeszti. Krisztiántal mi vagyunk, akik tényleg minden heti rendszerességgel meccseken vagyunk, ott figyeljük azokat az eredményeket, amik talán elsőként jutnak el az emberekhez, bár valóban tényleg nagyon sok része van a sportnak, hiszen akinek a gyereke sportol, aki maga szabad idejében sportol, az máshogy gondol rá, mint az, aki meccsre jár. De az az image például, amit sokat emlegettek, és amit hát most már ilyen csak viccelve szoktuk, hogy bajnokok városa ként lehet emlegetni Fehérvárt, ez meg van még? Hát ez nehéz megítélni. Hát a Vidi nem lesz bajnok, azt hiszem idén.
Jó kérdés. Összességében azt gondolom, hogy jelen helyzetben, hogyha sikerült megtartani, vagy sikerül megtartani azokat a pozíciókat a sportfinanszírozásban városi önkormányzati szinten, amelyek az elmúlt évben vagy években fennálltak, akkor ez jelen helyzetben szerintem összességében véve óriási eredmény, mert hogy itt volt a Covid, ami azért szintén okozott gazdasági visszaesést, utána jött ez a másik csomag, amit a mai napig, és ki tudja, meddig szenvedünk. Ugye ez biztos, hogy óriási érték. Egy biztos, hogy ha már itt zsetonokról esett szó, a sport az a legkevésbé, a sportolás, a testünk edzése, az elménk meg a lelkünk edzése az a legkevésbé szerencsejáték. Az mindenkiben hasznosul, úgyhogy éppen ezért nagyon fontos a tömegsport és a versenysport támogatása. Tulajdonképpen a versenysportnak nincs tömegbázis a tömegsport nélkül, tehát a kettő valahol összefügg. Én örülök, ha sikerül megtartani, sokakkal egyetemben örülök, hogyha sikerül megtartani a sportfinanszírozásban azt a fajta állapotot, ami korábban jellemezte Székesfehérvárt. Hát, hogy mennyire vagyunk bajnokok városa, én szerintem abban a tekintetben biztos, hogyha itt valaki valamit szeretne sportolni, az egész biztos, hogy megtehet. Teljesen mindegy, hogy frisbee, futball, kézilabda, jégkorong vagy öttusa. Ezt azért szerintem kevés magyarországi nagyváros lakosai mondhatják el magukról. Hát egy visszatérő kérdés, amikor a polgármester úrral beszélgetünk, pont az, hogy meddig tudja ezt a város, ezt az állapotot fenntartani, hiszen most tényleg ironikusan ugye Kecskeméten kapott ki most hétvégén a kosárcsapat, előtte egy héttel a foci csapat, és itt poénkodtunk, hogy jó, hogy női kézilabdában nincs kecskeméti csapat, vagy jégkoromban, mert még el kéne oda menni egy-két poénért, vagy pofonért, viszont nincs. És Kecskemét Fehérvár nagyságrendű város, és mindig előkerül Fehérvár kapcsán, hogy az, hogy a részben a hagyományok, részben az elvárások, és nyilván részben a szubjektív vélemények, szeretetek, ítéletek miatt Fehérvár ennyiféle sportágat fenntart, finanszíroz, mindegyikben jelen van egy kicsit, amellett, hogy nyilván a tömegsportra, a létesítményekre, az emberek sportolási lehetőségeire is odafigyel, ez mennyire tartható és meddig tartható fent, mert ha nincs egy szint az eredményekben, akkor egyre több lesz a kérdés, hogy arra minek? Én korrigálnának egy kicsit, hogy nem Fehérvár tartja fönn, hanem Fehérvár segíti esetleg ezeket a sportegyesületeket. Úgy értem, hogy támogatja nagyon keveset, nyilván, igen. És ez is ebből a mondatból rögtön eszembe is jut az a gondolat, hogy az előzőre nem válaszoltam a monitorongozás vagy a nyomonkövetésre. Azt gondolom, hogy ez úgymond ilyen tudományos módon nincs meg azért a Városházan ebbe a tekintetben, hanem amit az előbb mondtam, hogy a bázis alapon történő dologból megyünk minden évből tovább, és az vagy megszűnik valami, vagy eltűnik esetleg egy-egy tétel, és helyette bejön egy-kettő új, de nagyjából a bázis az előző évhez lehet mindig viszonyítani. És az már érdekes lenne azt is nézni, hogy például, hogyha egy élvonalbeli klubhoz nézem, hogy mekkora az éves költségvetése, hogy százalékosan mondjuk mennyit tesz hozzá a város, vagy mennyit tesz hozzá egy kis sportegyesület életében százalékosan, és a kettő esetében mondjuk az ha hiányozna az adott költségvetésből, akkor kit milyen módon érintene? Mert egy kis egyesületnél lehet, hogy adott esetben az éves költségvetés 10-20%-át is elérheti a városi támogatás, míg mondjuk az egyik X évvonalbeli klubunknál, az még lehet, hogy az éves költségvetésének az 1%-át se érje, neki lehet viszont meg se németúzással meg se kottyanna, hogyha az eltűn, a picinek viszont érződne. És egy másik érdekes történet, hogy a kicsiknél most a kiemelt látványsportág tekintetében, ott ugye a TAO finanszírozás jól működik, de mindig itt szeretik az emberek ezt is a focira fókuszálni, holott ugyanúgy megvan, hogy a kézilabda, kosárlabda, stb. Illetve tizenvalahány másik sportág esetében hasonló rendszer működik, csak másképpen ott a szakági szövetségek osztanak vissza pénzt, és ott nem kell dolgozni úgymond a pénzért pluszba a támogatók fele, a cégek fele. Tehát nem egyszerű a helyzet, és csak azt akarom mondani, hogy nekem a focira van itt is jobban ugye rálátásom. A kvóták, a keretek. Nagyon jó a tórrendszer, ha nem lenne a tórrendszer, szerintem tényleg jóval kevesebb lenne a kis egyesület. Viszont most már 6-7-8 éve a kvóták, azok nem nagyon emelkednek. Tehát és a költségek, meg az előbb beszéltük, hogy mekkorát ugrottak, és az idei költségvetés kapcsán megint az, hogy a várost is nagyon érzékenyen érintette
a háborús helyzet. De most gondoljuk bele egy egyesület tekintetébe, és ugye ki volt milyen szerencsés helyzetben, hogy például konkrétan tudom, hogy a Jégkorong csarnoknak 23, ha jól tudom, remélem, hogy jól mondom, 23 év végig volt szerződése, még valamelyiknek ugye pont lejárt tavaly, vagy félkor, tehát neki volt még egy jó szerzés, ebben az évben nem emelkedtek úgy a költségei, mint mondjuk a másik egyesületnek. Tehát itt nem lehet az egészet egy globálként ebben a módon se tekinteni, és hogy meddig tartható fönn, én azt gondolom, az is egy érdekes helyzet, hogy az inflációs hatásnak ugye van egyszer egy negatív része, amit az emberek éreznek a mindennapokban, az egyesületek éreznek a mindennapokban a kiadási oldalon, viszont adott esetben mondhatnánk azt, hogy akár magyar állam, de akár az önkormány tekintetésben is vannak bizonyos elemek, ahol érezhető majd bevétel növekedésbe, hiszen hogyha drágulnak az árak, akkor emelkednek az árak, akár az iparizési adónak az összege is az alap emelkedik, ugye az az összeg, amit befizetnek a cégek. Tehát ott is van egyfajta emelkedés, hogy ez most hol van paritásban, az megint egy más kérdés, de azt gondolom ezáltal most arra kérdésre akarok így válaszolni, hogy én szerintem hosszú távon is fenntartható. Egyébként, bocsánat, visszatérve a kérdésedre, definiáljuk, hogy akkor mit jelent bajnoknak lenni. Ha valaki megtesz mindent azért, hogy tisztességesen felkészüljön, ha kiteszi a lelkét, akár a futballpályán, akár a rekordtánon, akár bárhol, és aznap alul marad, akkor attól ő semmivel nem lesz kevesebb, ha beletett mindent. És ugyanez igaz a hétköznapi emberekre, akik ebből példát tudnak meríteni. Azért a mai sportban nagyon sokszor tényleg apró nüanszok döntenek, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy az egyik jobb, a másik rosszabb, hanem egyszerűen így jött ki, így pattant, úgy ugrott, stb. Úgyhogy nyilván a profi sportban, különösképpen Magyarországon a sikert mondjuk olimpiai aranyban mérjük. Én például a napokban olvastam Csolány Szilveszterről egy életrajzi könyvet. Amerikában, amikor kint élt és az olimpiára készült, ott egy fiatal tornász csoportot gardírozott, és egyébként egy gyors étteremben sütötte a sült krumplit, hogy egyébként meg tudjon élni a feleségével és a gyerekével. És ha ő nem lett volna olimpiai bajnok Sydneyben, ezt soha nem tudjuk meg róla. Ez az ember mindent megtett, hogy elérje az álmát, és ezt csak akkor tudtuk meg, amikor már fölért a csúcsra. De szerintem minden sportoló életében van ilyen, amiből a nem sportolók, nem profi sportolók. Hát és nem csak a profi sportolók életében, egyébként, hogyha eszmei magasságba emeljük ezt a fogalmat, akkor valóban mindenki bajnokos, az jutott eszembe, hogy most már körülbelül több mint tíz éve, hogy itt visszatérve dolgozom a Fehérvár TV-ben, most a régebbi időket hagyjuk, és valamikor az elején írtam talán pont egy eszét az újságunkban erről, hogy a Bajnokok Városa az valójában tényleg nem csak a nyakukban aranyérmet kapó profi sportolókat jelenti, hanem részben azokat, akik egyébként akár, hogy lefogjanak egy kilót, elkezdenek futni és megszenvednek érte, részben azokat, akik megteremtik ehhez a feltételt, lehet futni ma már nagyon sok felé, iskolákat nyitnak, meg tornatermeket, ezekbe gyerekek sportolnak. Tehát van egy ilyen elemelt eszmei szintje ennek, ahol valóban mindenki bajnok, aki egy kicsit is egyszer is leküzdötte magát. Én csak azt mondom, hogy ez az elnevezés, ez valamiért azért azt jelölte kezdetben, vagy abból a indítékból táplálkozott, hogy hát nekünk olyan nagy csapataink vannak, akik mind bajnoki címeket szereznek, és a Bajnokok Városává teszik Fehérvárt. És egyébként, hogyha az Európai Uniót nézzük, vagy Európát, nyilván nagyon sok helyen mások a prioritások. Pontosan tudjuk, hogy Skandináviában az, hogy cégvezetők dobják le a öltönyt a Volvójukba, és veszik fel a futócipőt, és ilyen dzsuvás tömegfutásokon vesznek részt, vagy az, hogy Hollandiában mindenki kerékpárral jár sportolni. Ott ezeken van a hangsúly, ezt nevezik igazi tömegsportnak, és ennek a filozófiája az, ami a mindennapi életet áthatja. Emellett nyilván üzleti alapon világsikerű egyesületeket működtetek egyébként. Én itt azt érzem, és erről is szoktunk azért beszélni polgármester úrral, hogy még mindig túl nagy, még mindig nagyon várt az állam szerepe. Most a TAO-t hagyjuk is, annak majd egyszer egy külön adást szentelünk, mert igaz, hogy lehet mondani, hogy nem emelkedik a kvóta, csak sajnos a TAO által kinevelt világszintű tehetségek sem özöllenek az elmúlt 10 évben. Tehát itt azért van egy adok-kapok oldal. Tehát, hogy nagyon nagy az állami szerepvállalás, nagyon nagy az elvárás. Laci mondtad, hogy valóban a kis egyesületek is el tudom képzelni, hogy lélegzett visszafolytva várják ilyenkor, hogy a költségvetésből az idei évre mennyi jut nekik, mennyibe könnyíti meg a létüket.
de ők tényleg azt a szintet képviselik, ahol mindenki sportolhat, és akár tömegszinten kielégítheti ezt a társadalom egészségessége szempontjából is fontos igényét. És bevallom, én azt érzem egy kicsit még mindig, és nem Fehérvár akarom ezzel kiemelni, hanem az egész magyar sportban, hogy rettenetesen erősen várja minden létező szereplője az állami segítséget. Még mindig nagyon erős Magyarországon, ez vitathatatlan, és azt gondolom, hogy tényleg ilyen értelemben mondhatjuk azt is, hogy akkor magas a fehérvári segítség. Én például, hogyha erősebb lenne a nagy kluboknak, a profi kluboknak az anyagi része, akkor azt a sportra költött pénzt, az biztos, hogy továbbra is a sportba hagynám, de még inkább a tömegsportra fókuszálva, az a klasszikus igazi tömegsportra, amikor tényleg megteremted annak a lehetőségét, hogy te gondolsz egyet, és akár felveszed a futócipőt, de elmész egy normális környezetbe, most már 2023-ban azért azt mondjuk, hogy ez egy elvárás, de kocogni most is tudsz bárhol, vagy a bicikli téma is, hát ugye köztudat, és lát mindenki engem, hogy mindenhol a biciklivel járok, és szokták kérdezni, ebbe a vírus szétfogba, nem váztam be, nem, hozzászoktam, és egyszer olvastam egy ausztriai kutatást, a pontos forrás nem tudom, hogy minden egyes sportra, ott annak az volt a lényeg, hogy minden egyes sportra költött forintot, ugye kutatták ki, hogy 4 forint spórolás az egészségügynek. Tehát, de ez megint ez roppont bonyolult és 1000 dologból áll, de alapvetőleg az irányjal egyet tudok érteni, hiszen nem hiába mondják az orvosok is azt, hogy a jobb az immunrendszered, erősebb vagy, kevésbé leszel beteg, strapabíró vagy, a munkába is jobban teljesítesz, tehát hogy nagyon sok hatása van a sportnak, és azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos, és a Krisztiánnal maximálisan egyetértek, ezt az előbb elfelejtettem mondani, hogy igen, a Bajnokok Városa szó nálam is azt jelenti, hogy ha a lakosság arányosan itt nagyon sokan sportolunk Magyarországon belül a más városokhoz viszonyítva, és akkor én már bajnoknak gondolnám, és nem az érmek miatt. Tehát én azt tartom fontosnak, hogy mindegy, hogy mit mozog a gyerek, meg hogy ügyes a gyerek, vagy nem ügyes a gyerek, mozogjon. Mozogjon heti 2-3-szor, és lehetőség szerint szervezet keretek között is, hiszen az más tekintetben is hat rá, az egyéni sportokat nem lesz szóva természetesen, de egy közösségformáló eleje van, annak már van egy tartása, alkalmazkodó képesség, és nagyon-nagyon-nagyon sok mindenre kivetíthető a sport. Tehát ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy ez most a pillanatnyilag az élvonalbeli klubjaink hogy állnak, persze nem lenne részletkérdés, de ebben a tekintetben részletkérdés, és én azt gondolom, hogy ott is még azt is figyelhetnénk, hogy melyik név van például az ifjúsági szinten klasszikusan mondjuk bajnokcsapatod, akkor már megint más az érem, és ott meg lehet, hogy még több fehérvári van, mint mondjuk a kirakat csapatokban arányába, mert egy serdülő csapatban nagyobb esélyed van, hogy utánpótlás csapatban, hogy ott bajnok lesz a csapat, mindegy kézi kosár vagy fociba, ott nagyobb százalékban van fehérvári vagy fehérmegyei benne valószínű, mint az élcsapatban. Tehát én azt gondolom, hogy Bajnokok Városa vagyunk ebben a tekintetben. Abszolút. Én annyit tennék csak hozzá, hogy nekem az a bajnok, akinek a mentalitása bajnok. Lehet az egy 10 éves fiatal, aki arra készül, hogy bajnok legyen valamikor, aztán persze korosztályos szinten lesz is, vagy lehet is bajnok később. Tehát aki úgy kell reggel, hogy én bajnok akarok lenni, úgy akarok hozzáállni, úgy akarok edzeni, úgy akarok felkészülni, mint a nagy bajnokok. Még egy kis bajnok, de ő is bajnok. És az élet mindennapi kihívásaival szembenéző ember is valamilyen szinten bajnok. Nem feltétlenül kell, hogy sportoló legyen. De egyetlen egy példát gyorsan még mondjak erre a Bajnokok Városa témára, aki nálam a bajnok, Vörös Zsuzsa. 16 évesen nem laktak messze tőlünk, ahol mi. Rádióból jöttem haza, szilveszteri műsort vezettem éjfél előtt 1 órával kb. Este 11-kor szálltam ki. Hazamentem, és mit látok? Este 11-kor Vörös Zsuzsa az Erzsébet úton fut lefele jégen, akkor volt egy kis hó is egyéb, akkor volt azt hiszem 16 éves a Zsuzsi, és így rácsodálkoztam, és másnap vagy harmadnap beszéltem Kulcsár Tónival az akkori edzőjével, és mondtam, hogy te zavartad ki szilveszterkor, és ezt a szegény leányt edzeni, hát tudom, hogy tehetséges, meg 16-17 évesen ugye már junior világbajnokságon is érmes volt, később meg is nyert mindent, amit lehetett. De hogy a hozzáállás, mondta Tony, hogy nem, de tudja, hogy neki mi a dolga, és tudja, hogy mennyit kell edzenie. Jégbe fagyva, szilveszterkor, karácsony, szenteste, ő megy és edz. Na, ez a bajnok. Tök mindegy, hogy aztán később nyere olimpiai bajnokságot, vagy világbajnokságot, vagy magyar bajnokságot. Nyilván ez egy szimbolikus példa már csak azért is, mert ugye Fehérvár mai napig egyetlen olimpiai bajnokáról beszélünk, aki ráadásul azóta is benne van a fehérvári sportban. Na jó, hát maradjunk annyiból, hogy tényleg nagyon sok mindent jelent nyilván ez a bajnok szó, bajnok mentalitás, meg a Bajnokok Városa is.
mondom még egyszer, itt a költségvetés elfogadása és a gazdasági nehézségek aprópóján jutott eszembe, hogy valójában mennyit áldoz Fehérvára a sportra, és hát őszintén remélem, hogy élnek vele, és jól élnek vele azok, akik ezzel élhetnek, nem csak a profi sportolók. Bocsánat, csak egy mondat, hogy a jót mindig könnyű megszokni. Tehát amikor most, meg úgy általában, amikor rengeteg sportág van, akkor azt mondjuk, van itt minden, de hát lehet, hogy az egyikre másikra csak 4 ember jár, vagy 5. Ha nem lenne, akkor az lenne a baj, hogy az miért nincs, más út meg van. Szóval ez egy ilyen furcsa állapot, de a lényeg, hogy a jót könnyű megszokni, és szerintem annak feltétlenül örülni kell, hogy itt Fehérváron ez a nagyon széles sportpaletta ez. Igen, és ez hát ugye rengetegszer elhangzik, most már Laci is említette, és a polgármesteri beszélgetésekben is, akár a kultúráról, akár a sportról van szó, mindig, hogy a közösség formáló ereje, akár nézőtéren, akár az eseményeket követő emberek között, akár a családok, akár a sportolók miatt a közösség formálás az nagyon fontos. Én is azt gondolom egyébként, hogy Székesfehérvár még mindig az országos közvéleményben, a sportot követőben egy igazi sportvárosként van benne a köztudatban. Nyilván kívülállók számára elsősorban a nagy csapatok miatt, de hát mi tudjuk, hogy tényleg ennél többet jelent. Viszont, hogyha ez a jó, és most akkor tényleg itt Krisztián kellően felemelte a szférákból, hogy tényleg legyünk büszkék, akkor azért érjük vissza kicsit a rosszhoz, vagy a kevésbé jóhoz is. Bár speciál a Vidi, ugye ilyen tekintetben mindabból, amiről most eddig beszéltünk, szinte nem is tartozik, hiszen a város elég régóta már nem részese a futballcsapat finanszírozásának. A baráti kör gondolom más tészta, más megítélés alá esik, mint kis egyesület. De hát nézzük ezt a csapatot, és akárhogy is, hogyha Fehérvár szóba kerül, talán a jégkorunk már elmondhatjuk, hogy van azon a szinten az érdeklődő sportbarátok között, hogy tudjuk, hogy Fehérvár az ászlóshajó, de még mindig nagyon sokaknak a videóton és a foci csapat az, ami az első számú téma a fehérvári sport kapcsán, és hát bizony továbbra is úgy tűnik, hogy itt azért egyelőre nem a kihúzzuk magunkat viselkedés lesz erre a szezonra a jellemző a szurkolók körében. Nem tudom, hogy azok a szurkolók, akik tényleg minden meccsen ott vannak, RBD-sek, ultrák, ők mennyire elégedettek vagy elégedetlenek. Szurkolásban egyelőre még nincs nyoma annak, hogy ne lennének a csapat mögött. De hát megint egy olyan meccs volt, ugye 2023 első hazai bajnokia, amiben azért maradhatott hiányérzet, még akkor is, hogyha a Debrecennel tényleg így történelmileg jó kis párharcokat vív a Vidi, nem mindig sikerül nyerni. Nem tudom, ti hogy éltétek meg ezt a meccset azok után, hogy Kecskeméten volt egy elég kellemetlen vereség. Huszti Szabolcs azt mondta, hogy ezúttal a küzdő szellemmel senkinél nem volt probléma. Örülök neki. Köszönöm, egyre lejjebb van a Szabolcsal, és azt látom. Igen, hogy ez nem az a hivatkozás, ami miatt már olyan maximálisan elégedettek kell lennünk. Nem, ez egészen biztos. Szerintem én már még egyen visszább mennék, hogy ha valaki nekem azt megmagyarázza, hogy február 3-a, 4-e, meg nem tudom hányadikán, miért kell este 7:30-kor Magyarországon bajnoki mérkőzést játszani, akkor már boldog leszek. Nehogy ott legyünk, mint a kecskeméti pálya talaján, amely egy héttel ezelőtt arra jutottunk. Hogy most a két dolog is, az egyik az, hogy júniusban miért ne nyúlhatna bele a magyar bajnokság, hogy május végével tudom a nemzetközi kupák, meg stb., de érdekes módon ott a szerda-szombati ritmus bírjuk, mi úgy látszik tavasszal nem vagyunk érdekeltek a nemzetközi kupákban, most egy kivételével, de nem tudunk tavasszal játszani szerdán, de máskor tudunk szerdán is játszani, hogyha úgy hozza sors. Tehát az egyik az, hogy egész egyszerűen nem egy közönségbarát dolog, és nem egy gyerekbarát dolog. Ráadásul annál különösebb, mert ugye pont azt mondták, hogy ha az egyik intézkedés, ami az energiaválság miatt érheti a futballt, pontosan, az lesz, hogy nem lesznek esti meccsek. Tehát az egyik azt mondom, hogy nem közönségbarát, és nem gyerek, nem családbarát, hogy a családdal, az asszony meg a gyereket kivigyem a februári hidegbe 7:30, vagy a januári hidegbe, vagy a februári hidegbe 7:30-kor meccset nézni. Ez az egyik. És akkor ez mellé jön az érthetetlenség az átlagembernek, és a spórolnak kell, de akkor miért nem lehet világos nappal, ugye jön a tévé, meg az egyéb kérdések. Tehát, hogy én már ezzel kezdem az egészet, hogy ezt nem is értem, hogy miért így van, és utána jöhetünk a hazai pályára, mint videót. Jó, arról még nem is beszéljük, hogy most pénteken 7:30-kor fogunk ugye a világ végén
bajnoki mérkőzést játszani péntek este 7:30-kor. Ne bántsuk meg a világ végét, már nem mindegy. Tudom, hol lesz mezőköves. De nonsens, tehát egész egyszerűen fölfoghatatlan számomra. Még ha mezőkövesdel laknék, akkor is az lenne, hogy péntek este 7:30-kor, hát nem tudom. Én szerintem örülni kell, hogy ilyen kis községeknek, hát bocsánat, kisvárosoknak, mint mezőkövesd, és egy 7:30-as meccsot azért 5:30-kor elkezdik fűteni a reflektorokat, tehát ez, itt nem 2 óra világításról beszélünk. Ráadásul egyébként Cserpalkovics András polgármester úrnak volt az a javaslat az MLS felé, hogy mi lenne, hogy egy kicsit később kezdődne a tavaszi szezon. Hát, nem hallották logikus, meg, logikus. Sajnos. Na, visszatérve az egy pályára, természetesen nem örül az ember sem a Kecskeméti, sem a debreceni mérkőzés végeredményének, vagy akár mutatott játéknak is. Azt azért mindenképp ide kell mondani, szerintem, hogy a Kecskemét, az a mi egész őszi teljesítményünket tekintve, meg a Kecskemétit, azért ebben nem volt meglepetés, hiszen idegenben évek óta lassan már mondhatjuk azt évek óta, hanem, hogy nem nyerünk, hanem pontot sem szerzünk. Tehát azt gondolom, a papírforma, akárhogy is fáj kimondani, a papírforma érvényesült abban a pillanatban. A Debrecen meccs tekintetében... Hát, Laci, azért ezek tudnék vitatkozni, hát bocsánat, hogy a táblázott papírforma, de a két klub lehetőségei... Hát igen, azért mondtam úgy, hogy az elmúlt fél év teljesítmény alapján az aktuális papírforma, nem a két klub lehetőségeit tekintve, mert akkor természetesen másik igen. A Debrecen meccs megint egy érdekes, mert ha az elmúlt 10 mérkőzést bajnokit nézem, akkor a Debrecen talán lehet, hogy a második helyen állna, vagy nem tudom. Az egyik legjobb formában levő csapat érkezett Fehérvárra, tehát én ettől azért most még nem dőlnék a na jó, de ezzel a logikával van 3 csapat, aki ellen nyerjen a vidé, és akkor meg lesz a bentmaradás, hát, hiszen az összes többire mondhatod, hogy jobb formában van. A mezőkövesdnél szerintem most nekünk kell meglepetést, hogy idegenben végre szerezzünk pontot vagy győzelmet, de a Debrecen meccs is érdekes volt a maga nevében, mert szerintem jól szálltunk bele a meccsbe, aztán 10 perc után úgy valahogy beleültünk, és a vége, hát azt gondolom, amikor berúgtuk a gólt, onnét kezdve meg egy élvezhető dolog volt a mi szempontunkból, csak hogy ezt miért nem tudjuk 90 percig csinálni, ez itt a nagy kérdés. Hát ennek a pszichológiája biztos érdekes, hogy ugye azért Huszti Szabolcsról az már kiderült, hogy szeret azért erős szavakat használni, és ha úgy adódik, akkor nem feltétlenül ez a mindenáron megvédem a játékosaimat. Nyilván egyébként igen, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy beleszállt volna a csapatba, de volt olyan mérkőzés ősszel, ami után azért nagyon keményen fogalmazott. Ugye a játékosok ki is kerültek azóta, el is kerültek a Viditől, és én úgy képzelem, hogy egy ilyen szezonra vagy évi rajt után, mint ami Kecskeméten volt, megint valószínűleg erősen oda a dörrent, és volt azért némi ráhatás, hogy a csapat ne kezdjen álmosan, ne üljön le, ne legyen az, hogy a nézők a 10. percben már ásítoznak, vagy fagyoskodnak, vagy nem érzik az akaratot. Tehát úgy gondolom, hogy nyilván így ment ki a Vidi. Az más kérdés, hogy tényleg ez meddig tartott, és miért tartott addig, figyelembe véve persze, hogy az ellenfél is a pályán van. Nem tudom, ti mennyire éreztétek tényleg azt, hogy mindenki maximálisan oda tette magát. Én nem éreztem, hogy mindenki maximálisan oda tette magát, ez a baj. Tehát erre céloztam az imént egy pillanatra, amikor bele kotyogtam a mondandódba, hogy ugye a Szabolcs az elején érezte azt, hogy kell a kritika, és hogy az embereknek meg kell mutatni, hogy én kemény vagyok, és megmondom. Az első 1-2 meccs után meg is mondta, és igaza is volt az Újpest utáni meccs utáni nyilatkozata kifejezetten tetszett abban a tekintetben, hogy korábban nem nagyon volt jellemző ez a beszéd a Vidi edzőitől, és azt gondolom, hogy igaza volt, hogy még a Négó is alibizott, válogatott játékosok sem úgy teljesítenek a Vidiben, ahogy a válogatottban mondjuk én látom őket hasítani. Nekem a legnagyobb problémám a jelenlegi Vidi szerepléssel az, hogy igen, vannak ezek a 15-20 percek, jó, most megtoljuk, hát ha nem rúgunk 1-2 gólt, akkor utána majd valami lesz. A Debrecen lehet, hogy nagyon jó formában lévő csapat. Most például a Mezőkövesd is viszonylag jó formában lévő csapat, tegyük hozzá, hiszen felfelé jönnek. Most ez a Zalaegerszegen sem kaptak hát, ki. De azért most, nagyon jó formában lévő csapattól igen. Sem kell olyan gólt kapni, hogy szögletnél a két védő földről fejelnek gólt a csapatnak az ötösről, tehát ez szerintem nem... Ekkorát ugrott a helyzetet, nem a Debrecen jó, szoktuk mondani. Igen, nem a Debrecen jó formája miatt kapta azt a gólt a Fehérvár. Persze ilyen is benne van a fociban, nem mondom, tehát a szél is befújhatja a labdát a kapuba. Nehéz, mondom, én nem tudom, jó lenne tényleg az előrelépés látni, hiszen például most nem kaptunk ki, tehát ez is egy pozitívum nyilván igen, a Kecskeméti meccs után. Egy új teljesítmény, egy bemutatkozás egy új játékostól. Tehát ha valamivel legyünk pozitívak. Flores, oké, rendben nagyon van, tehát játszott. Szűrőben már rendben vagyunk, de mikor igazolunk? Szerintem fázott, ő azért egy mediterrán térségből érkezett. Ha Kodró megsérül, nincs góllövője a Vidaltonnak, nincs ember a keretben jelenleg, a Szabó Leventén kívül, aki meg hát most Lutri, mert ugye visszajött Kecskemétről, ahol jól kezdte a szezont, aztán
a második két-harmadában. Kodró mellett nem fog bekerülni tehát, más a csapatban, ő pedig két meccsenként rúg egy gólt. Meg sérül néha, tehát hogyha megsérül és kiesik egy 2-3 hónapra, akkor ki fog gólt. De Krisztián, te látod legmagasabbról a meccset. Én nem láttam meg, én ezt most nem láttam. Nem voltál hangos a stadionban? Nem, én láttam a mérkőzést. Pont egyébként, mikor idefelé jöttem, akkor a Ferenc Balázs Zsala szeretve tisztelt feolós kollégámmal beszélgettem, és Flores is megdicsérte. Én ezzel nem feltétlenül értettem egyet. De most azon gondolkoztam egyébként, kicsit elrévette tekintettem, hogy vajon fölhozzam-e a Puskás Akadémiát ellenpéldaként. De hozzad! Tényleg csak nem lenne teljes a műsor. Csak egy mondat zárójelbe, hogy most, hogy volt, először kikaptak ugye a tavaszi mitányon. Most ugyanúgy állnak, mint mi ezek és hogy utána meccsen. Játszottak egy döntetlen tavasossal, tehát két meccsen egy pont, ugyanúgy, mint a Vidinek. És két kieső jelölt ellen. Igen, igen, na jó. De a Hornyák Zsolt az össze volt törve, és azt nyilatkozta, hogy egyszerűen kész, össze vagyunk törve. Tehát ezt így kimondta. Azért, mert ilyen rossz a kezdet, és kettő meccsről van szó, nem 20-ról. Tehát, hogy kész. Hogy mondtad, két gyenge csapat ellen, azért ne felejtsük. Pláne meg az, hogy a második helyzet a tabellán, sokkal közelebb van, hát sokkal közelebb van a kieső helyhez, mint az első helyezett Ferencváros, hogy ezt mondtuk, hogy tehát azért ott a hát második az és a 12. között az egy külön liga, és már kitárgyaltuk ezt, és te is elmondtad sokszor véleményt, de a Ferencváros gyakorlatilag kivehetjük ebből a jelenlegi magyar bajnokságból. Hogy összetörtek, és a Vidinél azért ezt nem tudom, tehát hogy én azért nem ezt adjuk meg nekik. Rajtuk, hogy hát ezt adjuk meg, hogy összetörtek, mert a vezető edző nyilván nálunk is összet. Most hát Hornyák Zsolt mondott hát valamit, én nem tudom, hogy a Puskás Akadémia felcsuti libalegelőkön nevelkedett ifjú titániai, akik onnan a közelből kerültek ki, és nem magukénak érzik a Puskást, bocsánat, a közösséget. Tehát, csak hogy, tényeket mondtam. De most terjeszkednek, amúgy nem tudom, olvastad, hogy már a kanadai menedzser irodával kötött a Puskás Akadémia együttműködést. Tehát nem. Lehet, hogy jégkorom is lesz. Hát volt hát most jégfája szóval azért mindegy, valóban a Puskás sok szempontból is tényleg jó, az eredmények. Jó, most teljesen mindegy, mondhattam volna az idei szezonban az eredmények alapján nyugodtan a Vidi fölé lehet emelni, és hosszabb de nem akarom én feltétlenül. Nyilván ott még annyi kötődés sincs egyébként, mint Fehérváron. Csak hogy összetörtek. Ezt így kimondták, és a Vidinél nem feltétlenül érzékel ezt a bele döglünk ebbe a sikertelenségbe. A Vidinél csak ezt, a szurkolók törnek össze. Ami egyébként ahhoz vezethető vissza, vagy hát részben, amiről beszéltünk most is, meg korábban is, hogy tényleg ez a fajta kötődés, ami egy városhoz, egy hagyományhoz, egy tradíció, szurkolókhoz köt valakit, nyilván felcsutott tekintetben aztán végképp nem lehet felhozni példaként, de Fehérvárat igen, tehát itt más nem azért bele kéne döglenie a játékosnak, mert egy 30 éves RBD 30 éve ordít neki a kapu mögött. Na, mert ezt akartam, valaki, pont erre akartam kiukadni. Ahogy engem apám vitt ki a 70-es években, én kivettem a fiaimat a 2000-es években, tehát hogy itt tradíciók, itt családok, itt történelem van egy klub mögött, ennek igenis meg kellene jelenni akkor, amikor valaki egy meccsen nem futja meg azt a sprintet, vagy nem hajlandó beletenni a 100%-ot. És hát arról is sokszor beszéltünk, hogy ennek van-e valódi következménye Fehérváron, vagy az, aki ezt számon kérhetné, pont ugyanannyi kötődéssel rendelkezik, de lehet, hogy ezeket a köröket még egyszer már felesleges lefutni. Itt úgy, de ha már említetted, akkor igen, hogy amúgy a szombati meccsre visszatérve, hát ha nem lenne az RBD, síralomház lenne az a stadion, egy bajnoki mérkőzésen. És eljöttek ezek a mindenféle vegyes válogatott színbe is, meg településbe is, mert itt Debrecen, meg Diósgyőr, meg mit tudom én, kik jöttek még nem az RBD ellen. De ha megnézted, tehát létszámában is egész jól néztek ki ezek a keleti válogatottak, de ha megnéztétek, vagy ha valaki erre is fókuszált, hogy egy RBD szurkolás, hogy 90 percen keresztül jó hangulatban, jó hangerővel, ez a szeretvedett, nem tudom kik, keletről, meg gyakorlatilag néha megröffentek, de annak is a 80%-a a Fehérvár szigása volt. Itt most azért nem mondom, hogy elhatárolódom, de itt ilyen szurkolói szintre ment a kommunikálás. Kelet-Magyarország is a nemzettest része. Persze, és hát ez nincsen volt, csak ez azért. De ha már hogy egyébként a minőséget mondom, a szurkolói minőségre akartam kiukadni. Jó, csak ezzel kapcsolatban azt akartam kérdezni, hogy amikor arról beszélünk mi itt, és azért biztos nem csak mi látjuk így, hogy nem mindig van meg az akarat, meg a 100%-os magát odatevő játék, 100%-osan magát odatevő játékos, de az RBD hallom, hogy a kapott gól után is, a vesztes állásnál is ugyanúgy, akkor azért bennem felmerül, hogy ti most magatokat csapjátok be, a játékosok csapnak be titeket,
ez valamiféle olyan felfogás, hogy, hogy egy szurkoló nem teheti meg, de megteheti. Beszéltünk arról, hogy tényleg, bocsánat, visszatetsző, mikor leveteti a meszt, mikor egyénileg számon kér, mikor verbális inzultusba keveredik, ne adj Isten, tetlegesbe a labdarúgó, az se. De hogyha volt itt ha nem érzed azt, hogy egy csapat hajt, akkor is biztos. Nem, hát ugye van egyszer a klasszikus, hogy majd most menjünk oda vissza, amire bevonul a csapat, ugye veled az úton, veled a jóban, veled a bánatban. Tehát azért azt gondolom, egy szívszurkolónak ez a mentalitása kell, hogy jöjjön, és ez az erős is az RBD-be. És az a bizalom, inkább azt gondolom, és globálisan mondhatom, hogy az RBD felől én azt gondolom, hogy az új iránynak van ez a Juhász Huszti párosnak, hogy nincs az a pont még, amire azt lehessen mondani, hogy na, menjetek a jó francba. Ugye a játékosok kapcsolatosan is azért van a játékosok és a klubvezetés, vagy a szakmai stáb között és az RBD között most kommunikáció, mert mondhatom azt, hogy van, nem volt ez mindig így. Tehát így talán akkor egy kicsit, hogy még ez is hozza azt, hogy türelmesebb tud lenni az ember valószínűleg, megértő tud valamilyen szinten lenni, de biztos vagyok benne, hogy ha egy-két meccs múlva nem jönnek az eredmények, akkor láthatunk majd hasonlókat, mint ősszel, hiszen ősszel volt olyan, ami már eléggé élesen kritikus volt. Hát igen, húha gyengem attól egyébként megsértődnek rendszerint, tehát jó, egyébként én is azt mondom, hogy persze jár a bizalom, meg legyen most akkor egy veretlenségi sorozat, hiszen már egy meccsen nem kapott ki a csapat. Tehát ez lehet hosszú, ha a keleti végeken sikerül ugye pontot szerezni. Hát nagyon kevés időn... Bocsánat, csak a húha gyengére visszatérve, a meccs legelején ott egymásnak szólt? Mert mind a két oldalról volt egymással beszélgettetek? Az ősi barátság volt a Debrecennel, és ugye amikor barátból lesz az ellenség, az a legrosszabb, és ez itt kívül közik. A Debrecennel óriási haverság volt. Ez 90-es években azért emlékszem, hogy tényleg ez egy hosszú folyamat, több évtizedes folyamat, gyakorlatilag az RBD kezdete óta szinte az első úgymond baráti szál Debrecennel alakultak ki. Klasszikusan, ez a generáció, főleg ebben a generációban többen kimentek, aztán ilyenkor, hogy mi csúszott te, persze... De hát volt a Debrecenben egy kis affér, nem? Hát ez már most már 2-3 éve annak a folyamány előtt, jött a passzivitás, és akkor most már szó szerint mondható, hogy nagyobb ellenség, mint a Fradi meg az Újpest szinte, tehát ez most egy ilyen lelátói hangulatban itt állunk most. Micsoda utat járunk, erről kell filmet forgatni egyszerre a csapatról, biztos, hogy lesz a szurkolótáborok közti ellenségeskedés. Na most már még kevesebb időnk van hátra, úgyhogy gyakorlatilag nem is nagyon tudok más tenni, mint hogy mondjuk Krisztiától megkérdezem, vagy hát persze, hogyha ti látjátok, hogy szerintetek most ezt elmondjuk a kedves nézőknek, délelőtt vesszük fel adás napján ezt a beszélgetést, és nem tudom, hogy mire estére adásba kerül, addigra a kosarasoknál még Matthias Zoller lesz a vezetőedző. 4 vereség zsinórban, egy olyan csapattól, amely egyébként 4 fordulóval ezelőtt abszolút biztos dobogósként, itt arról beszéltünk, hogy itt a bajnoki esélyek nyíltak meg ezelőtt a társaság előtt. Személyi változás azóta nem történt, csak jött egy játékos pluszban, és hát 4 nagyon-nagyon demoralizáló vereséget szenvedett el a csapat. Ha itt most RBD vagy olyan volumenű szurkolói háttérről beszélnénk, akkor már itt biztos nem a taps szólna a mérkőzések végén, és szóba kerülnének tényleg a lehullandó fejek. Én arra tippelek, hogy egy hét múlva a következő adásban már nem biztos, hogy arról beszélünk, hogy Matthias Zollner. Hát ha nem nyer most az Alba, akkor én ebben biztos vagyok. Hát például a Honvéd ellen, de én már az előző meccsre is nagyjából ezt gondoltam. Igen, hát én nem vagyok nagy szakértője a csapat körüli helyzetnek, de azt látom és azt hallom, hogy valami elszakadt az edző és a csapat között, és az edző stílusával sincs mindenki teljesen kibékülve, mondják, hogy hisztis, és a többi. Tehát, ami egyébként sok edzőre jellemző, csak hisztizhet jól, ha nyer a csapat közbe, de így, hogy ezek a meccsek, és így mennek el ezek a meccsek, ahogy elmentek, és akkor azt mondjuk, hogy elment az önbizalmunk, hát könyörgöm, hát a legjobb válogatott mag itt van, magyar mag nálunk. A légiósokat nem értem, mert a légiósok is... Ha nem kerül pályára, akkor nehéz, mert akkor ugye rövid idő alatt... De hát a légiósok is egyébként, tehát egy nagyon jó képességű légiós mag is van, de most például legutóbb már a Körmendellen, meg most a Kecskemét meccset is utólag visszanéztem. Nem tudom, hogy... Rá se nagyon dobnak, nincs oda. Valami megszakadt mi van a csapat játékban valami egyébként. Valami nem stím, így van. Én sejtem a választ, lehet, hogy csak az a baj, hogy kimentek a kosarasok egy foci meccsre. Na egy vagy, biztos jövő héten lehet, akkor, hogy már új edzőről beszélgetünk. Foci szurkolók is voltak valamelyik kosármeccsen, nem? Tehát volt egy ilyen kapcsolatfelvétel. Hát ott is inkább. Ott biztos nyertünk. A lelátói hangulat miatt úgymond, hogy szépen fogalmazzak. Igen.
Nem tudom, meglátjuk, viszont a lányokat tényleg dicsérjük meg, mert Krisztián, mert ő volt a riporter, ugye, hogy a kézi csapat egy bravúros második félidővel végre egy igazán emlékezetes győzelmet aratott, és példát mutatott a focistáknak, mert a Kisvárdát verték meg. Az elmúlt 20 évre visszanézve vettem a fáradtságot, megnéztem a bajnoki eredményeket, nem volt ilyen mértékű fordítás a Kornexinek, Alkoának, mindegy, hogy hogy nevezik a mindenkori csapatot, vagy előtte Cerbonának. Tehát mínusz 7-ről nem fordítottak meg NB1-es meccset. Ezt nem tudtam. Hát brutális volt, brutális volt. És úgy egyébként, hogy a kapust, a kis Kubina Mollit ugye fejbe dobták 7 méteresből. Szegény eltörött a mécs, és láttam, hogy pityereg fájdalomtól nyilván. És pedig akkor, ő volt a kulcs. És ő volt a kulcs, és utána milyeneket védett, és elképesztő. Igen. Na, hát a foci szurkolóknak az a jó ír, hogy a Debrecen játszott volna szerdán itt Fehérváron kézi meccset, de elhalasztották, mert ők nemzetközi kupában érdekeltek. Egyszer halasszák már el a Vidi tavaszi meccsét, de miatt a nemzetközi kupában leszünk érdekeltek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, biztos, hogy fogunk még beszélgetni a fehérvári sportról, és a kedves nézőknek is a figyelmet, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.